A Pro Natura mozgalom ismét megtartja a szokásos őszi szemétszedési akcióját. Idén először az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva szervezik az eseményt. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi kampánnyal azt szeretnék elérni, hogy ráirányítsák a figyelmet az emberi túlfogyasztás mértékére, az ökológiai lábnyomunk nagyságára, a hulladékkezelésre, valamint a fenntartható jövőre és ezek fontosságára. Mindezek a Pro Natura mozgalom céljai közé is tartoznak, így az eldobált szemét felszámolásával ők is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Jagodics Milán, a mozgalom egyik alapítója elmondta, jelenleg azon területek felmérése tart, amiket már gondozásba vettek, így például a 32-es út környéke, a bevásárlóközpont körüli terület a 21-es útnál, valamint a Delelő utcai szakasz. Azokat a területeket vizsgáljuk most meg az előkészítés alatt, amelyeket már gondozásba vettünk, hogy hol jelentek meg esetleg újabb illegális hulladéklerakatok, illetve a 60-i közterület felügyelőkkel együttműködve pedig folyamatosan monitorozzuk és keressük azokat a helyszíneket, ahol esetleg újra felütötte a fejét a szemét, vagy pedig szennyezett területekké váltak, és korábban nem voltak azok. Jagodics Milán hozzátette, a közterületfelügyelet munkatársaival szorosan együttműködnek, így nemrég egy illegális szemetelőt is sikerült tetten érni a nagygombosi laktanyánál, aki felszólítás után elszállította a hulladékot. Az őszi szemétszedést november 18-án tartják, 9 órára várják az önkénteseket a Delelő út és a Kisfaludi utca kereszteződésében. Az eseményhez bárki csatlakozhat, a részvételi szándékot a Pro Natura Facebook oldalán, vagy e-mailben a pronatura.60@gmail.com címen lehet jelezni. A gyűjtéshez szükséges eszközöket, így zsákokat, kesztyűt és láthatósági mellényt minden résztvevőnek biztosítanak a szervezők.